Székesfehérvár város híveinek egyik legrégebbi ünnepe Szent Sebestyén napja. Idén is iskolások vették körbe a szent tiszteletére épült templomot, majd püspöki szentmisével, közösségi búcsúi programokkal emlékeztek a felsővárosban a város Szent Sebestyénnek tett fogadalmára. A vértanú szent tiszteletére tartott ünnepi szentmisére a többi plébániáról érkező hívek tiszteletük jeléül elhozták templomi zászlóikat. Az eseményen Nyárai Horváth István plébános köszöntötte az ünneplő közösséget és a főpásztort. Búcsú napján mindig egy olyan tovább lendítő erőt tudunk kapni az emberi közvetítésen keresztül a Jóistentől, amelyik segít bennünket, hogy határozottabban járjunk az üdvösség útján. A város megjelent papságával tartott szentmisén Spányi Antal püspök megemlékezett az elődök Istenbe vetett mély hitéről, a város 284 évvel ezelőtti a halálos pestis járvány idején tett fogadalmáról. Itt Székesfehérváron jól tudják az emberek, hogy mivel tartoznak Istennek, és mit kérhetnek az Istentől. A 18. században egy nagyon veszélyes pestis járvány terjedt el a városba, és a polgárok kérték a Jóistent Szent Sebestyén közbeni járására, aki ennek a kornak egy népszerű segítő szentje volt, hogy segítse meg ezt a várost, és szabadítsa meg ettől a borzalmas ragálytól. Fogadalmat tettek, hogyha ez megtörténik, Isten megsegíti őket, szép templomot építenek, és ezt az ünnepet életük végéig, illetve idők végéig igyekeznek megtartani. A főpásztor a keresztény értékek melletti elköteleződésről is beszélt, amely, ahogy a régmúlt történelmi időkben, ma is megtartó erőt jelent az emberiség számára. Én azt hiszem, a legfontosabb volna ezektől a régiektől azt megtanulni, hogy ismerjük fel az Istent, hogy jelen van az életünkben. Engedjük azt a tapasztalatot a szívünkbe, hogy az Isten közel van hozzánk, hogy az Isten törődik velünk, és hálából talán nem fogadalmat kell tenni, hogy templomot építünk, de adjuk oda a szívünket az Istennek. Engedjük, hogy az Isten éljen bennünk, és mi a bennünk élő Isten segítségével akarjuk ezt a világot, az ő törvénye, az ő akarata, az ő szabályai szerint alakítani és formálni. Legyen ez Isten ország, ahol az emberek békében, szeretetben tudnak egymással élni, ahol tudjuk azokat az értékeket őrizni, továbbadni, és azokhoz szabni az életünket, amelyek örök értékek, amelyek biztos boldogságot, reményt adnak az embernek. A szentmisén részt vett Varga Tamás miniszterhelyettes, dr. Csápalkovics András polgármester, a város alpolgármesterei és képviselői is. Az ünnepség végén a hívekkel együtt a templom elé vonultak, ahol a felsővárosiak a hagyományos helyi fánkkal és forralt borral várták a vendégeket.